májusi ünnepek alatt a kikapcsolódni vágyók lepték el Palicsot, szombaton a sakkszerelmesei népesítették be a Vigadót. A Fanchestic nemzetközi rendezvény szervezői 24 programmal kedveskedtek a látogatóknak. Az esemény egyik újdonsága idén a Chess Press volt, azaz a sakklap szerkesztése Bíró Tímea újságíróval. Ez egy lányos lap lesz, szinte magazin, ugyanis csak lányok fogják alkotni. Zsombor azzal poénkodott, hogy pletykalapot fogunk majd írni. Mi inkább a fotókra törekszünk, és arra, hogy minél nagyobb élménybeszámolót adjunk a résztvevőknek. Fali újságot fogunk egyébként szerkeszteni. Spanyol nyitás és Schustermatt. A Vigadó nagytermében küzdő nemzetközi sakkverseny résztvevőinek ezek ismerős kifejezések. Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter a Panorádió műsorvezetői, azonban legendás sakkozók lépései tanulmányozva készültek. A Panor reggeli szájkaratésai idén is a sakkszimultán házigazdái voltak. Figyeljük, hogy vajon ezekből a lépésekből látunk-e ma itt valamit. És Zecikém, te Fischer vagy Kasparov rajongó vagyok? Egyértelműen Fischer. És te Zoli? Én Karpov rajongó vagyok. Kasparovot szeretem én is, persze meg Capablanca. Sokszor analizálgatom a meccseket otthon szabad időmben. Ezúttal Berényi Nikolett profi sakkozó próbálta felülmúlni ellenfeleit. Tehát akkor ez az első alkalom, hogy sakkszimultánra adod a fejed? Az eseményen Bodzsony István, a Pannonia Alapítvány igazgatója elismerésben részesült, amiért a Pannoner TV évek óta támogatja a fesztivált. Rózsa Zsombor szervező kiemelte, hasonló jóakarok nélkül nem jöhetett volna létre a Fanchestic. Azt tudni kell a rendezvényünkről, hogy jótékony, és mindenki szeretetből jön el és segít, és építi fel ezt a rendezvényt. Úgyhogy amíg vannak jó akaró emberek, akik segítenek nekünk ebben, addig biztos, hogy lesz Fanchestic. A nap második felében a Hello Felség műveltségi vetélkedő várta az érdeklődőket, emellett a világ legismertebb nemzetközi női sakknagymestere, Polgár Judit által aláírt relikviákra is licitálni lehetett.